A Pécsi Playback Színház előadásának egy részlete a Fogd a Kezem Alapítvány 31. születésnapi ünnepségéről. A civil közösségek házában találkoztak, emlékeztek vissza az elmúlt 3 évtizedre szombaton. Értelmi sérült felnőtt emberek számára nyújtunk szalapi szintű szolgáltatásokat. Ők felnőttek, családban nőttek fel, önállóságra törekednek, családdal együtt végezzük azt a munkát, hogy nekik a mindennapokban fejlesztést, napközbeni ellátást, munkaviszonyt nyújtsunk. Ezek a mindennapjaink továbbiakban, meg aki elérkezett arra a pontra, számára igyekszünk lakhatást is nyújtani, hogyha a szülőkkel közösen úgy döntenek, hogy az önállóságban próbáljon meg tovább önállóan élni. Ehhez például egy lakóotthont működtetnek, ahol segítik az önálló életkezdést. Az alapítvány a fiatalok munkavégzésének megszervezését szintén felkarolta. 5 műhelyben dolgoznak a fiatalok, illetve kapják meg a napi fejlesztő foglalkozásokat. Nagyon jelentős szerintem az, amit ebben a 3 évtizedben az alapítvány elvégzett, hiszen nagyon-nagyon sok kliens, akik az elején ott voltak az indulásnál, a mai napig nálunk van, de nagyon sokan más intézményekben, vagy éppen otthon, vagy éppen külső munkahelyeken, nyílt munkaerőpiacon dolgoznak, azoknak a fejlesztő foglalkozásoknak a hatására, amit nálunk végigvittek. Jelenleg egy tankonyhára gyűjtenek, ahol a főzés alapvető műveleteit meg tudják tanítani a klienseiknek, illetve szeretnék a lakóotthonukat bővíteni, hogy több fiatalt fogadhassanak. Szombaton szülők, fiatalok, segítő munkatársak a közös emlékek felidézésével, közös alkotással, előadással, illetve ünnepi ebéddel töltötték a Fogd a Kezem Alapítvány 31. születésnapját.